Augusztus elején ilyen volt a forgalom az egyik nyíregyházi utazási irodában. A nyaralási szezon javában tart, sokan már szeptemberre foglalnak. Az idén többen tettek félre nyaralásra, utazásra, mint tavaly. Ez a megkötött utasbiztosítások növekvő számából is látszik. A múlt hónapban háromszor annyi utasbiztosítás kötődött, mint az elmúlt években. Ez annak is betudható, hogy a megtakarítások egy részét az ügyfelek az utazásra szánták, és ebből kifolyólag ugye a biztosítások kötése is növekedett. Sokan választják a belföldi utakat, de még mindig az a jellemzőbb, hogy inkább a hosszabb külföldi nyaralásokra gyűjtenek. Ha megnézzük, hogy egy buszos görögországi utazásra akár főszezonban is 50 ezer forintért el lehet utazni, és ott kint mit költ el a turista, azért azokat az árakat megnézzük egy balatoni árakhoz, sokkal-sokkal kedvezőbbek sajnos. De ugye ezt akik Görögországban járnak, tudják, hiszen tavaly, amikor az emberek nagy része nem mert utazni, és mindenki belföldön maradt, akkor mindenki jött és mondta, hogy úristen, belföldön milyen árakat fizettek ki. Az egyik piacvezető bank felméréséből kiderült, hogy kétszer annyian gyűjtöttek nyaralásra, mint az előző évben. Az elemző cikk arra is kitér, hogy másfajta megtakarítások népszerűsége is növekedett ugyanebben az időszakban. Minden ötödik befektető lakásfelújításra tesz félre, emelkedett azok száma is, akik gépjárművásárlásra költik megtakarításaikat, de a magasabb jövedelműek gondolnak gyermekeikre és a nyugdíjas éveikre is. Attól függően ugye, hogy a nyugdíj cél az, tehát mennyi év van még ahhoz, hogy nyugdíjba menjen az adott illető, tehát lehet rövid távon gondolkodni, meg ugye, hogyha fiatal még az illető, akkor pedig hosszú távú megtakarítási formákat szoktunk nekik javasolni. Általában egy ilyen 10 és 20 ezer forint között célszerű félretenni erre a formára, megtakarításra, és ugye abban kell gondolkodni, hogy ehhez nem tudnak hozzányúlni, csak akkor, amikor a nyugdíjas évek eljönnek. Az ügyvezető elmondta, a meglévő ügyfeleik 20%-a választ nyugdíjbiztosítási vagy önkéntes nyugdíjpénztári terméket. Hozzátette, ez a szám évről évre növekszik, ugyanis az ügyfelek alacsonynak tartják a jelenlegi átlagnyugdíjat.